elkezdett ismét nyílni a krokózmia, az a sáfrányfű, és ez a krokózmia lucifer fajtája. Ez a sáfrányfű most már télálló. Érdemes jó, hát ilyen jó arasznyira ültetni. Ilyen picikék a kis gumói, de nem két-háromszorosára szoktuk ajánlani ültetni, hanem egy jó 15-20 centire leültetni, és akkor a alatt biztos, hogy nem fagy el. Nekem itt a mínusz 25 fokot is bírta, egyre szaporabb, ezek már itt magoncok, magról keltek, nagyjából a harmadik évtől már virágoznak is, úgyhogy bátran érdemes a krokozmiákat ültetni, egyéb fajtá is vannak, az Emily McKenzie az kicsit ilyen alacsonyabb, narancsárgás, színű, de egyéb ilyen sárga, narancsárga változatai is vannak, még az kicsit később nyílik, azért nem is tudom azt megmutatni, de most talán ezek a legszebbek, hogy a fű fölé hajolnak, elképesztő szépek. Kicsit ilyen kardvirágszerű a levele, sőt, hát nagyon kardvirágszerű a levele, és amikor elnyílik, ugye hosszan nyílik az oldalhajtásokon is majd, utána pedig ilyen kis zöld kis bogyók lesznek majd a termései, az is egész ősszel, egész szélen nagyon szépen díszíti a kertet. Itt mögötte, ami nyílik, ez a veroni Kászrum, a Virginiai Veronika. Ilyen tele van poszméhel most is, pedig már este fél nyolc van. Nagyon jó szárazságtűrő, tűrő, nagyon magasra megnő. nálam magasabb, és én két méter vagyok, úgyhogy jóval magasabb. En két-két és fél méterre megnőbb, és szuper évelő. Csak hát nagy hely kell neki, tehát az ágyás elejébe ültessétek. Krokozmiából sosem elég itt is növények között, heliopsziszok között, az anemónék között szépen kikibukkan, de tényleg elképesztően jól tud szaporodni. És ilyenkor ez a nyár, amikor tényleg most be is robbant ez a nyári nagy meleg, na ekkor kezd elő is virágozni általában július elején, közepén. Ez már itt mind-mind magonc, tehát ilyen hármasával, ötösével ültettem őket. Hát egyrészt a hagyma is szaporodik, osztódik, de mag magról is nagyon jól érdemes próbálkozni. Tényleg kicsit ilyen trópusi hangulatot hoz a kertbe, gyönyörű. Ha hát lemenél napban, elképesztő látvány, és egy tavaszti visszavágást igényel, és ennyi a tendő vele, na meg az elültetés. Tehát nem kell teleltergetni, nem kell kiszelegetni, Általában az ültetés évében egyébként elsőben nem virágzik, csak vállaleket, hoz elődjújt, de a második, harmadik évtől elképesztően berobban és csodaszépen virágzik.